Közeledik a tavasz. Valamelyik nap egy kert mellett vitt el az utam, és benéztem, és láttam, hogy a házigazda metszi a szőlőt, az asszony pedig gerebjézett az udvarba. Ez a kép van most előttem, hogy készítjük elő az élet ébredését, a tavasznak a csodáját. Valamit nekünk is tenni kell. Elő kell készítenünk a kertünket, a környezetünket, de tulajdonképpen a lelkünket is, hogy az Úristennek az újra teremtő, újjáteremtő ajándékát befogadhassuk. Gyerekkoromtól kezdve mindig vártam ezeket a tavaszi napokat, a kerti nagy takarítást. Kigerebjéztük a felesleges leveleket, az avart, elkezdtük metszeni a gyümölcsfákat, a szőlőt, felástuk a veteményezni való kertrészt, elő volt készítve, és jött a tavaszi eső, a napfény, és valami csodálatos módon megindult a világ, megindult az élet. Ez a gondolat van most bennem, és azt hiszem, hogy mindnyájan sejtjük, érezzük, hogy ajándékba kapjuk az életünket, az új lehetőségeinket, az idei tavaszt, az idei évet, mi mit teszünk ezért. És azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, amit mindnyájan érzünk, hogy a lelki oldalról, az emberi kapcsolatainkban, a családban, a munkahelyen, szomszédságban, a barátaink, szomszédaink között felejtsük el, ami szétválaszt, ami rontja a kapcsolatainkat, ami bizalmatlanná tesz. Takarítsuk ki az előítéleteket, az önző gondolatokat, és várjuk, hogy egy új élet, valami szép, tisztább, gyümölcsöt hozó tavasz és év virrad ránk.